A Magyar Kanizsai Egészségházban január 15-től minden terhes nőt, aki a 12. héten túl van, megajándékoznak multivitaminnal. Az adományként kapott csomagot a várandósok között osztják szét. Gyulai Karolina, az egészségház igazgatónője elmondta, hogy a céljuk az áldott állapotban lévő nők megsegítése ezzel is, hogy mind ők, mind pedig a magzataik is egészségesebbek legyenek. A Magyar Kanizsai Egészségház január 15-től minden terhes anyukának szeretne egy ajándékot adni, mivel hogy szeretnénk biztosítani az egészséges terhességet, illetve az egészséges magzatfejlődést. Ez a vitaminkomplex valójában minden vitamint, illetve nyomelemet magában tartalmaz, ami szükséges egy egészséges terhességnek a lefolyásához. Tudnunk kell, hogy sajnos a mi községünkben körülbelül mink a nőgyógyászaton, tehát a nőgondozóban körülbelül 150-160 terhességet vezetünk végig. Persze nem ennyi gyermek születik a községünkben, de sokat, akik máshova mennek, nem tudjuk a számát, de körülbelül 170 újszülött van egy évben a Magyar Kanizsai Községben. Sajnos az elhalálozások száma, tudjuk, hogy az évek során sokkal magasabb, mint az újszületések száma, és ezért próbálunk mink egy kicsit motiválni az anyukákat, illetve elősegíteni őket abban, hogy a terhességük folyamán, mint a nőgyógyásztól, mint a védőnőktől, a tanácsadás mellett egy szükséges vitamin komplexet is kapjanak, ami majd elősegíti a könnyebb és az egészségesebb terhességet. Azt is tudnunk kell, hogy nem a terhességgel kezdődik a mi nőgondozásunk, tehát már a családtervezésnél elősegítsük a nőket abban, hogy a családot hogy tervezik meg, illetve hogy mikor alkalmas. Ez vizsgálatokat, illetve tanácsadásokat foglal magába, illetve a védőnő az egész terhesség folyamán, házi látogatásban vagy az mi rendelőinkben fogadja azokat a terhesnőket, akiknek valamilyen tanácsa van szükségük a terhesség folyamán, illetve a megszülendető gyermeknek a majd az első napjának az átsegítésében. Persze az egész terhesség folyamán több vizsgálatot végeznek a nőgyógyászaink, követik ezeket a terhességeket, és a problémákat próbáljuk kiküszöbölni. Ez az alkalom most arra, hogy még mink is egy picit még motiváljuk a nőket ezzel a kis ajándékkal, hogy a terhességük egészséges legyen, és minél több egészséges gyermek szülessen ebben a községben az idén. Az egészségházban két nőgyógyász dolgozik folyamatosan, a védőnők pedig a gyermek megszületése után is segítik az anyákat. A páciensek először se kis terheseink akkor szoktak jelentkezni, amikor ugye pozitív a terhességtesztjük, vagy valami miatt ugye késik a menstruációjuk. Az szokott lenni általában az első vizsgálat, amikor megalapítjuk a terhességet, utána pedig általában havonta egyszer találkozunk, vagy ilyen 4 hetes intervallumokban, kövessük a terhességet, ultrahangos vizsgálat, laboratóriumi vizsgálatok, vagyis különböző expert ultrahangok, ugye meghatározott időközönként. Ezek lennének azok, amit ugye egész végig ugye a terhességig a 40. hétig csinálunk, az utolsó egy hónapban már pedig ugye hetente kell járni a terhesnek terhesgondozásra, CTG, vagyis ultrahangos vizsgálatokra. Időközönként ugye különböző tanácsokat is adunk nekik a helyes táplálkozásról, testmozgásról, tornáról, felkészítjük, ugye tanácsokat adunk a szüléssel kapcsolatba, szoptatásra, tehát így zajlik a terhességvezetés nálunk itt a